működik szektoron tipikusan 30 kliens fölött már nem jó működés. Emiatt kezdtünk el migrálni Cambiumra. 2-3-szor annyi kliensre lehet kötni egy LPNP szektorra, mint egy működik szektorra. Ezzel kapcsolatosan elégedett vagyok. Az a jelenség áll elő, hogy bizonyos klienszám fölött a működik szektorokon nem lehet agregált kapacitást elérni, csak töredékét az elméletinek. Tehát mit tudom én, egy pont-pont működik összekötetés elméletileg akár 200 megabitet is átbír vinni. Hogyha ezt multipontban használjuk több klienssel, akkor ez be tud esni 10 alá is, tehát ez használhatatlan teszi a hálózatot. Én azt tapasztaltam, hogy 30 ügyfél fölött már komoly szervizeket nem szabad kiadni működiken, és a csak lakossági ügyfeleknek és legkisebb csomag és nincsen semmilyen prémium ügyfél rajta, 60 ügyfélnél már akkor sem szabad többet rakni a szektor a működiknél. Az is már csak akkor működik, ha viszonylag zajtalan környezetben működnek, de hát ilyen már nem nagyon van. Két-háromszor annyi klienssel lehet kötni egy LPNP szektorra, mint egy működik szektorra. Vannak olyan állomások, ahol 400 fölötti kliens van. Tehát már önmagában azt, hogy sokkal több kliens lehet rákötni, illetve a szuperfilter, ami van benne, ami jól működik, ez a digitális luxúrő, ezek már önmagukban is kulcsfontosságú tényezők. Főleg az átszerelések alatt, amikor párhuzamosan kellett üzemeltetni a Cambium és működik rádiókat, akkor a Cambium szektorok simán elviselték azt, hogy mellettük ordított egy működik szektor is, és úgy üzemeltek, hogy tehát, hogyha tudtunk szabad csatornát találni, akkor párhuzamosan tudtuk üzemeltetni a két rendszert. Persze a működik szektorok szenvedtek az LPNP szektoroktól, mert azokban nincs ilyen szűrő. A beamforming antenna az pontosan nehéz megítélni, hogy mennyit számít. A rendszer automatikusan dönti el, hogy a beamforming antennának a vételét használja, vagy a szektor antennának. De az esetek 90%-ában a beamforming antennának a jelét használja a rádió. Ebből az látszik, hogy ott jobb az SNR, tehát valószínűleg magasabb moduláció. És akkor még nem beszéltünk a szinkronizációnak az előnyeiről, ami csak akkor jön elő, amikor már az egész hálózatot át tudtuk szerelni. Itt Nagy Kanizsán már nagy mértékben lezajlott ez a folyamat. A kézzelfogható előnye az lesz, hogy az állomásokon, meg az ügyfeleknél mérhető SNR az nagy mértékben meg fog emelkedni, mert nem lehet olyan pillanat, amikor két egymással szemben lévő állomás úgy kommunikál, egymásra idézővel kommunikál, hogy az egyik éppen venni akar, a másik pedig ad közben. Nincs annyi fajta kliens, mint Mikotikből vagy Ubiquitiből. A Force 180 volt az első olyan, ami nekem szimpatikus volt, ugye, azt kezdtük el telepíteni még annak idején, de az csak kis távolságra. És ez a Force 200, ami nekem nagyon tetszik. Ennek egyetlen hátránya azon túl, hogy persze ez a legdrágább kliens, hogy nagyon nagy méretű, 50 centis azt hiszem az antenna méret. Emiatt nagyon masszív konzol is kell neki, viszont ezzel rendkívül nagy távolságból is lehet stabilitást adni. Tehát a Fonyoli Várhegyen vannak LPNP szektorok számszerűleg azt hiszem, hogy 6 darabban 180 fokra fölrakva, és ott 10-sok 20 km-ről is vannak rákötve ügyfelek Force 200-as klienssel, a standard gyári antenna, a standard gyári szektor, tehát semmi hókusz-fókusz nincsen benne. És egy jó működő netet lehet rajta szolgáltatni, hát természetesen nem véletlenül minőségű, de egy lakossági felhasználásra bőven elegendő internetet tudunk adni. Nagyságrendileg 2500 kliens van és 100 olány bázis antennán lógnak ebbe. A lefedett terület nagysága az pontosan akkora, mint volt. Annyi változott, hogy sokkal kevesebb antenna van az állomásokon, miután átfeleltünk Cambiumra. Nem egészen fele annyi, de majdnem fele annyi antenna, tehát körülbelül lefeleződik az antennák száma. Cirka, vagy 40%-kal csökken az antennák darabszáma bázis állomásokon. Úgyhogy gyakorlatilag mostani állapot szerint pont azokon a helyeken van az a 2500 ügyfél átszerelve, ahol amik a legfájóbb pontok voltak működik rádiókkal. És hát ugye, hogy azokon a helyeken már jól teljesít eleve, ezért nem is tervezünk másra, tehát áttelepítünk mindent idővel. Valószínűleg több év alatt, de lemigráljuk az egész hálózatot erre a termékre, illetve hát valószínűleg a következő generációkra, amik majd kijönnek.